Sziasztok! Lótek nevén Kalamut, Anubiaszok. Anubiaszból Lótek vonalon, tehát egy közepes fényerővel szerelt akváriumba nanát, petitet, vagy mindenféleképp valami kisebb növekedésű Anubiasz válasszunk. Például ez a glabra. Ne válasszunk nagy Anubiaszt, nem fogjuk tudni beilleszteni. Tehát a battery, amit nem fogunk tudni beilleszteni az akváriumba. Az anubiaszok szaporítása az szét kell osztani a növényt, hogyha túl nagy. Fára is lehet kötözni, én nem szoktam fára kötözni, nekem túl közel kerülnek úgy a fényforráshoz, így a ilyen kerámia golyó, és akkor csak így ledobom az ajzatra. Időszakokként átdobálom őket, nagyon szépen fejlődnek, sok levelet hoznak. Heti 2-3 levél, ezek nem régen szétválasztott tövek, tehát mindig hoznak új hajtásokat. Amit az Anubiaszról tudni kell Lótekben, hogy mindig minden baja lesz. Tehát például itt van egy növény, alul sárga levél, itt is sárga levél, egyszer nitrát hiányos levél, egyszer vas hiányos levél, egyszer kálium hiányos levél. Ez én betudom annak, hogy intenzív növekedésre vannak fogva, és ők az ő növekedésük, tehát ugye a Lótek körülmények között makrotápozott akváriumba, az ő növekedésük nem arra hivatott, hogy tehát nem ilyen mértékű növekedésre legyen fogva. Így előfordulhat, hogy egyik héten sárga a levél, a másik héten meg semmi baja. Beleszorulhat egy-két lugas levél, de alapjában ontják az új hajtásokat. Anubiaszt ezt inkább Anubiasz fanoknak, tehát akik szeretik ezt a növényt, azoknak javaslom. Ha nem ismerjük a növényt, vagy nem vagyunk ilyen nagy fanok, tehát ilyen Anubiasz gyűjtők, akkor úgy inkább ne tegyük be Lótekbe. Ha betettük, ne kérdezzük, hogy mi baja van, tehát mindenki kérdezi. Tehát a Lótek Aquakertész csoportban ugye rendszeresek a kérdések, miért algásodik, miért sárga, miért barna. Mindig sárga, mindig barna, mindig minden baja van. Mondhatni, hogy tökéletesen az akváriumnak a tápozása, tehát most sikerült eltalálnom, tehát nagyon helyén vannak az elemek. Ők minden héten legalább egy-két levelet hoznak, tehát elég intenzív fejlődésűek ebbe az akváriumba, de néha vannak sárga levelek, néha vannak lukas levelek. Ha 0,3 watt per liter lenne az akvárium fénye, és mellé fel ennyi táp menne, mint ami most megy, akkor valószínűleg sokkal szebbek, sokkal üdébbek lennének, de nem lenne ilyen növekedési ütemük, mint jelenleg, ami van. Én nem javaslom annyira fölkötözni őket Lótekben, tehát mindenféleképp a talaj közelben gondolkodjunk. Tehát ha túl sok vagy túl hosszú a növény, akkor szépen széttördeljük több darabra, és akkor valahova letesszük. Természetesen lehet simán csak úgy fára is kötözni. Hát én így a talajra leszoktam tenni, és akkor szépen itt hajt, mint a bolond, hiánytünetesen. Tehát Anubiasz Lótek az mindig valami nyűgje lesz. Nekem nem algásodik, szerencsére. Sokaknak algásodik, feketedik, sárgul. Erezett levelek láthatóak, tehát nitrát hiány is. Tehát mindenféle hiányt, vas hiányt hoznak. Nehezen veszik föl egyszerre a sok fényre, az erősebb fényre a tápanyagokat. Ha persze hozzájuk van tápozva az akvárium, akkor be lehet lőni pontosan, de ha nem hozzájuk van tápozva, hanem például így mindegy Lótek dzsungel van a háttérben, akkor már nehéz őket tartani Lótekben. Tehát tartatjuk, de ne kérdezzük, hogy milyen hiánytünetük van, mindenféle hiánytünet lesz náluk, és minden bajuk lesz. Ha hozzájuk van tápozva az akvárium, akkor nem, de hát Lótek vonalon itt ritka, tehát itt is nálam körbe aztán van minden. De el vagyok velük. Szeretem a növényfajta, azért tartom Lótekbe, a más különben, hogyha nem szeretjük a növényfajtát, nem vagyunk fanok, akkor ne vegyük lehetőleg. Tehát kerüljük el a növényfajt. Inkább csak halas akváriumokba, alacsony fényerő mellé, és gyenge tápozással szépek ők, hiánytünetmentesek.